Szevasztok, Fenyő Iván vagyok. Egy pár szót mondanék itt aktuális dolgokról. Sziasztok! Közben vezetek, úgyhogy a kormányra van rászerelve, ráfüggesztve a telefon. Úgyhogy ha inog jobbra-balra, akkor elnézést, de ezért van. Hát eljött a nagy nap, Vének tanácsa 2.0. Ma jön ki, ma este 19 órakor a YouTube csatornámon, és az összes YouTube csatornán az érintettekén. Nagyon sokat dolgoztunk vele. És most egy nagyon jó barátom mondta, hogy ú, már nagyon várom, már nagyon írta, egy kifejezetten jó barát, és mondja, hogy ú, már nagyon várom, ő is edz sokat, és mondja, hogy ú, már nagyon várom, holnap futásnál meghallgatom titeket, jó lenne titeket hallgatni. Ugye, ahogy ezeket a YouTube-os videóimat mondom, hogy nyugodtan nem kell nézz közben, ahogy én most itt így vagyok, vagy ahogy otthon, vagy bárhol, amikor csinálom, ülök a fotelban, és elmélkedek, azt nyugodtan podcast-szerűen hallgasd kocsiban, edzés közben, bármikor, füledbe tedd be, aztán hallgasd. De a Vének tanácsa, és pláne a Vének tanácsa 2.0, az más. Azt ne, gyerekek, figyelj! Tudod, mennyit vágtuk? Tudod, mennyit figyeltünk arra, hogy négy operatőr olyan képeket csináljon rólunk? Tudod, mennyire figyeltünk a legutolsó részletekre, és pont a kassai barátom mondta, Lajos, hogy azt szeretem benned, Iván, hogy ennyire adsz a részletekre is, a képi, vizuális megjelenítésben. Gyerekek, most nem azért mondom, olyan lett, amilyen, nem tudom milyen, de ez egy film. Nem tudom, hogy jó filme, rossz filme, majd megmondjátok, majd elválik, hogy néz ki, milyen a tartalma, stb. De ez egy film, egy biztos, ez egy film. Ez nem egy prigy-prugy, és nem lebecsülve a podcastet, csak nem egy prigy-prugy podcast. És a podcastnek megvan a maga, imádom a podcastet, szeretnék is, az én videóim is használhatók úgy, de ez ne. Ez egy film. Tehát itt nagyon pontosan van minden egyes vágás kitalálva, pontosan vannak bevágva a közelik. Fontos, hogy itt most totál van, mindenkit látunk, vagy egy közelít. Egy fontos témánál közeli van-e, vagy nem. Ez nem csak ilyen adhok, gyerekek. Ez patika mérlegen mértük ki. Itt, hát mikor kezdtünk-e dolgozni? Ott most lesz egy nagy könyad, bocsánat, gyerekek. És még lesz egy. Tehát, gyerekek, itt ezt, most van november 2-a, ma jön ki, szerintem ezt szeptember elején kezdtük el vágni. Tehát nagyon sokat vágtuk. 5-6-7 órákat vágtuk per alkalom. És volt ebből szerintem 6. De az is lehet, hogy 7. Nagyon sokat vágtuk. Most megint lesz egy jobb kanyar, bocsánat. Itt egy, és utána többet már nem lesz. Tehát itt vagyok, köszönöm. Tehát ez nagyon pontosan meg van szerkesztve, ez egy, mit tudom, 4 órás beszélgetés volt, vagy nem tudom, pontosan azok vannak kiválasztva, amikről úgy gondoltam, hogy nektek és az emberek számára a legjobb, legfontosabb üzenetek. Itt ezt üljetek le, és ezt meg kell nézni. Ez egy film. Ez egy film az utókornak, mindannyiunknak, nekünk, rólunk, magunkról, világról, stb. Nagyon fontos. És még azt is mondanám, hogy nem telefonon, meg laptopon, meg iPad-en, meg ilyeneken kell megnézni. Nem, ezt ha lehet, nagy képernyőn. Ha nem, persze, értem, nem muszáj, de film, ezt nézni kell. Tehát nézd, ülj le, popcorn, kaja, vagy csak úgy, még inkább, hogy csak úgy ráhangolódva, de ezt nézd. Ezt figyelj, add meg ezt a tiszteletet nekünk, mert nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok ember munkája van benne, a vége stáblistán majd látod, nagyon sok ember munkája van azért, hogy ingyen nektek a YouTube által adjunk egy valamit, egy segítést, egy fénycsíkot, egy ébredést, egy edukálást, egy jó érzést, egy örömet, egy szórakozást, egy 2 jó órát,
meghitt pillanatokat, nagyon sok mélység lesz benne, nagyon sok intim pillanat, nagyon sok mély megvallás, nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy gonddal készítettük. Nézzétek meg! És köszönöm szépen, hogy nagyon sokan írjátok egyébként, hogy várjátok. Örülök, ha adhatok, örülünk, ha adhatunk. Remélem jó érzést kelt bennetek, és remélem ad valamit. Ölellek titeket szeretettel ma, november 2-án, este 19 órától, Fenyő Iván YouTube csatorna. Ölellek titeket szeretettel. És utána várom a kommenteket, hogy mi volt, milyen érzés volt, mit adott, utólag is, és ha úgy gondoljátok, akkor kérlek, vigyétek hírét, és osszátok szét, osszátok meg. Hadd legyen értelme, hogy ezt csináltuk. Szevasztok! Sziasztok!